Alapvetően egy olyan kérés a döntéshozók felé, hogy akadályozzák meg ezeket a beruházásokat, vizsgálják felül, hogy a szabályozások rendben vannak-e. Egyébként sok esetben azt is tapasztaljuk, hogy a szabályozás az rendben van, csak annak a betartatása az nem mindenhol egyforma. Vizsgálják felül ezeket, és aszerint engedélyezzék őket, hogy azok figyelembe veszik a természetvédelmi értékek megóvását, és egyébként a jövő nemzedékeknek való fenntartását is. Ugyanis még azt is látjuk, hogy önmagában a legtöbb építkezés az alaptörvénnyel ellentétes, hiszen az alaptörvénynek van egy olyan cikkelye, hogy a természeti kincseinket meg kell óvni, mindannyiunk feladata ennek megóvása és a jövő nemzedékeknek való megtartása. De hogyha beépítik a tópartjainkat, kiirtják a nádast, letarolják a fákat, bebetonozzák, körbebetonozzák, és a tó természetes tisztulását akadályozzák, ez nem tesz jót az élővilágnak. Tavaink védelméről van benne szó, azt sérelmezzük, mi, akik alapítottuk ezt a szerveződést, hogy borzasztó sok olyan turisztikai beruházás van mostanában a tópartjainkon, amik egyrészt lakossági érdekeket, másrészt természetvédelmi érdekeket komolyan sértenek. És ugye számos hír van leginkább a Fertőtóról, ahol a legdurvább ez a természeti károsítás. Természetvédelmi nemzeti park területen akarnak egy borzasztó nagy beruházást építeni, világörökségi helyszínen. Kiemelt kormányzati beruházás keretében, de ott van a Tatai tó ügye, ahol szintén a védett tópartokon akar az Avalon szállodalánc egy nagy szállodát építeni. A Balaton parton pedig hát eleve 44 településből áll, ha jól sejtem, de nagyon sok helyszínen, Tihanyban, Alsóörsön környezetbarát benzinkút épül egy erdő helyére például, ami elég érdekes megfogalmazás szerintünk. Akaratján, számos helyen fordul elő ilyen beruházás. Tehát, hogy sok olyan beruházás van, ami gyakorlatilag kiszorítja az embereket a partokról. Tehát mondjuk a velencei taviak sokszor ettől félnek, ott ugyan még nincsen konkrét beruházás, ott még csak az aggodalmak vannak meg, mert a területek átminősítése zajlik gőzerővel az utóbbi hónapok során. Most például ugye az Agárdon épül egy fal a Szabadstrandon, ami megnehezíti a vízhez jutást, lehet nem tudni, hogy mi lesz akkor a Szabadstranddal a továbbiakban. A 2020 nyarán volt egy kötelezően megtartandó lakossági fórum a helyi építési szabályzat nagymértékű módosítása kapcsán, ezt kötelezően az önkormányzatnak meg kellett tartani. És akkor derült ki, hogy tömkelegével szeretnének olyan területeket átminősíteni, amelyek vagy 30 méteren belül vannak a tóparttól, vagy kikötők, vagy a civilek által nem feltétlenül beépítésre szánt területek. Strandokon, ilyen szabadpartokon elkezdődtek 2000 négyzetméteres területek kiszabásai, és ezeknek a területeknek az építési engedélyének, vagy építési szabályzatának a megváltoztatása elkezdődött. Tehát adott esetben egy 2000 négyzetméteres területnek a 30%-os beépíthetőségét engedték, és ezt akár 7,5-10,5 méter magasan. A kikötőre először azt mondták, az volt a kommunikáció, hogy a tó alacsony vízszintje miatt itt tarthatatlan állapotok vannak, nincs meg a kellő vízmozgás, büdös van, iszaposodás van. Ezt be kell temetni. Hogy erről volt-e lakossági fórum, volt-e szakmai egyeztetés, ennek nyilván utána lehet járni. Én azt gondolom, hogy széleskörű társadalmi egyeztetés erről nem volt. Viszont egy 2016-os tanulmányterv szerint ez az egész rész, itt ahol most vagyunk, itt az Agárdi Szabadstrand, Szabadpart, nevezzük ezt bárminek, erre van egy, ahogy te nevezted, egy urbánus terv, ami a parkoló helyére apartmanokat, szolgáltatóházakat, boltokat épít, és itt látjátok, hogy egyébként a kikötőt ugye feltöltötték egész be a tó felé. Sokan azt mondják, hogy egy ilyen ékszerdoboz veszett el ezzel, hogy ezt a kikötőt feltöltötték. Nem nagyon jutunk információhoz, hogy milyen beépítési tervek vannak, kik a beruházók, milyen beruházásban épülnének meg ezek az ingatlanok, amik egyébként a tópartól 30 méteres sávban valósulnának meg. Mi azt gondoljuk, hogy ez önmagában probléma, tehát hogy a térség az nagyon túlterhelt, nagyon sokan ide költöznek, és egyébként ennek a 30 méteres beépítési sávnak
környezetvédelmi és természetvédelmi gátjai is vannak, amit egyébként a megyei főépítész kifejezetten ellenez. Azt mondják, hogy azért szükséges ez a betonfal, mert itt olyan hullámzás van a tavon, ami erodálja a partfalat, és hogy vízügyi áramlástani szakértők azt mondták a partfal rekonstrukció tervezése kapcsán, hogy erre szükség van. Ugye sokan azt mondják, hogy miért csak itt hullámzik a tó, néhány száz méter elodébb miért nem hullámzik a tó. Ugye itt látható, hogy egy szakaszon megnyitották ezt a betonfalat, ugye a vízügy tájékoztatása szerint ezt a szörfösöknek vagy sportolni vágyoknak nyitották meg. Szörfösök elmesélése szerint ők itt soha nem szörföztek, tehát hogy nem tudni, hogy velük kiegyeztetett erről. Mi, akik hivatalosan valamilyen civil csoportot képviselünk, mi megmozgattunk minden szakértőt, akit lehetett, megkérdeztük a vízügyet, megkérdeztünk szörfösöket, megkérdeztünk városban lakókat. Volt, aki azt mondja, hogy ő 40 éve jár ide, van itt nyaralója, itteni nyaralótulajdonos vagy helyi lakos, ő még olyan vihart nem látott, ami azt indokolná, hogy egy ilyen tért falat kell ide tenni. És egy jogos kérdés merült föl itt az egyik helyi csoportban, hogy vajon egy tóparton nagyon életszerűtlen-e az, hogy a tóból a víz néha kicsap, esetleg olyan időjárás alkalmával, amikor tényleg mondjuk azt, hogy tengerszintű hullámzás van, hogy az baj-e.